Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Egy Hort idézettel jöttem, aki az Inspiráló Maximák írója egyébként, hogy a középszerű tanár magyaráz, a jó tanár indokol, a kiváló tanár demonstrál, még a nagyszerű tanár inspirál. Mondom ezt azért, mert hogy ebben az esztendőben is átadták a Székesfehérvár ifjúságáért díjat, amelyet Fridel Marianna, Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium pedagógusa vehetett át. Mégpedig, ugyebár ezt tudnunk kell, hogy az ifjúságért díjra a diák önkormányzatok javasolnak pedagógust, és nyilván olyan pedagógust javasolnak, akit kedvelnek, szeretnek, akit nagyon sokat tesz értük. Gratulálok ezúton is mindannyiunk nevében. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos pillanat volt a pedagógus pályafutásában, az életében. Igen, nagyon szépen köszönöm a gratulációt. És valóban nagyon-nagyon örülök, mert egy olyan diákom javasolt engem erre a díjra, akivel általános iskolai diák önkormányzati munkánk után is együtt dolgoztunk a Tópartiban, tehát ő körülbelül egy 6-7 éves ilyen jellegű munkámat látta. Az egyetemen kezdjük azért a pályaválasztásával, hiszen ez nagyon sokat mondó mindenképpen. Az egyetemen nagyon sokat formálódik az ember. Hogyan tud önmaga maradni, hogyan tudja hozzátenni azt a tudást a személyiségéhez, ami egyik oldalról a tanításban kiterjeszthet a katedra mögött, a másik oldalon pedig a hasonló tevékenységben is beágyazódhat. Úgy gondolom, hogy az életben nagyon-nagyon sok szerepet játszunk, és elsősorban emberek vagyunk, és a pedagógus mi voltunkból adódóan nagyon jó, hogyha embernek is tudunk maradni. És a szerepjátszásban én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy a különböző szerepekben ugyanazok tudjunk maradni, és elsősorban emberek. Én megpróbálok ember maradni mindig, tehát mindenféle pedagógusi szerepemben, legyen az kollegális szerepem, osztályfőnöki szerepem, diákkormányzatot segítő szerepem, vagy szaktanár, és ami elsődleges számomra, hogy mindenképpen partnernek tekintem a körülöttem lévőket. Tehát ez így volt már nyilván a diploma átvételikor. Így van. De melyik volt az az első lépcső, az a grádics, amit mindenképpen meg kellett lépnie ahhoz, fiatal felnőttként, úgymond kezdőpedagógusként, hogy eljusson eddig? Mindig nagyon-nagyon fontos volt számomra az, hogy megtaláljam a hovatartozásomat, az identitásomat egy-egy csoportban, amiben mozgok, és ez már igazából általános iskolában elkezdődött ez a tevékenységem. Ott annak idején úttörő tanástitkárnak választottak. A gimnáziumban nem annyira vállaltam ilyen jellegű szerepet, hanem inkább a kisfalumnak a közösségi életét, és főleg az ott lakó diákok életét szerveztem. Ifjúsági klubot hoztunk létre például azért, hogy a fiatalok értelmesen töltsék el a szabad idejüket, és hát természetesen együtt sok mindenre képesek voltunk. Aztán pedig, ahogy tanár lettem, természetesen ez a tevékenység, ez a tanári tevékenységnek szerintem egy alapvető kompetencia a számunkra, hogy ezt végezzük, ezt a közösségépítést, és mindenféle csoportban legyen a szaktanára, mint említettem, vagy osztályomnak a közössége, illetve az iskola közössége, ez végig megmaradt bennem. És nagyon fontos, én úgy gondolom iskolai szinten, hogy egy közösséghez tartozás az nem eleve adott, hanem mindenféleképpen tennünk kell érte. Lehet, hogy nem tudatosan teszünk érte, de lehet, hogy tudatosan, de szerintem az a legjobb talán, hogyha ösztönösen jönnek ezek a dolgok. És az iskolai életet tekintve természetesen nagyon nehéz a diákoknak is, tanároknak is a feladata. Tehát nagyon sokat dolgozunk a szép és jó eredményekért, viszont emellett nagyon-nagyon fontos, hogy jól is érezzük magunkat. Tehát a pedagógusokra is vonatkozik ön szerint, és nagyon helyes, hogy így gondolja, ami általában a köznapi emberekre, hogy alaphelyzetben többet kell adniuk a fejlődésért. Mert ez nyilván ez volt az alap önnél is. Így van, mindenképpen. Jó. Miként, ez egy köznapi dolog általában a segítség, de miként működik ez, miként működtethető például egy olyan iskolában, mint ahonnét érkezett, hiszen nem titok, a Németh László általános iskolából érkezett 3 esztendővel ezelőtt. Így van. És egy kicsit, hogy kezdődött ez a diák önkormányzatos díj, ez akkor az volt, most már sokkal, de sokkal komolyabb, tehát semmiféle jelzős szerkezettől meg kell, hogy szabadítsuk.
Legelőször az akkori diák önkormányzatot segítő pedagógus a Németh László Általános Iskolában megkért egy-két programnak a lebonyolítására, amire úgy gondolta, hogy alkalmas leszek, illetve elég nagy kiterjedésű a munka, tehát belevont ebbe. És aztán, amikor ő leköszönt, amikor egy 13 év után azt mondta, hogy nem tud már megújulni ötleteket illetően például, akkor az igazgatónő engem kért fel erre a munkára. És nagyon érdekes, mert először úgy tűnik, hogy a diák önkormányzatot segítő pedagógusnak a feladata az a programszervezéssel, illetve a programok szervezésének, lebonyolításának az irányításával, illetve koordinálásával kezdődik, vagy abban vége van. De én úgy gondolom, hogy ez természetesen sokkal több annál. Ott kell állni, igen, a gyermekek mögött, segíteni nekik a programok megszervezésében, viszont a további életük, tehát akár a középiskolás életük, vagy a felnőtt életük szempontjából nagyon-nagyon fontos dolgokat tanulnak meg. Tehát természetesen a diák önkormányzat, mint olyan, az működik. Az osztályközösségek alapsejtjétől kezdve teljesen a diáktanácson, illetve a diákközgyűlésen keresztül. Ezeken a fórumokon keresztül nagyon élvezik a diákok, hogyha például véleményt nyilváníthatnak, ha javaslatot tehetnek, és ezt természetesen az iskola vezetés, a nevelőtestület, a mindenkori természetesen figyelembe veszi, illetve a közös szervezés folyamán például a legtöbb esetben a projektmódszert alkalmazzuk, ahol több osztály dolgozik egyben, és ez nagyon-nagyon ismeretes, hogy ez tényleg a való életben, a munkahelyeken is egyre több munkahely alkalmazza. Tehát itt szabad akaratukból választanak programot például az osztályok, hogy mit szeretnének megszervezni. Tehát a legrátermettebb gyerekek fognak ebben részt venni. Közben probléma megoldást, konfliktus kezelést, és így tovább vélemény nyilvánítást, hogyan nyilvánítsunk véleményt, etikettet, szociális kompetenciájuk fejlődik, digitális kompetenciájuk, mert a modern technikát egyre inkább bevonják ebbe. Tehát úgy gondolom, hogy rendkívül széles terjedelmű a diák önkormányzati tehát munka. Ezekből a szavakból azt veszem ki mindenképpen, hogy ez jószerűvel egy teljes embert kíván, illetve sokkal többet, mint általában, hiszen ön németet is tanít, illetve hát az az alap a német nyelvet, hiszen az nagyon fontos, csak halka jegyezzük meg, hogy azért azt tudjuk, hogy hazánk gazdasági kapcsolatainak zömét ugye Németországgal, illetve a német ajkú országokkal folytatja, és ez kiemelten fontos első vagy második nyelvként mindenképpen. Tehát, mikor arról beszélek, hogy teljes embert kíván, akkor azt hiszem, hogy azt megállapíthatjuk, hogy ez egy kiemelt feladat. És tehát az a koordinációs készség mindenképpen, a pedagógia érzék nem különben, amikor programot állít össze, és segít abban, hogy önállósodjanak a diákok. Így van. Általános iskolában sokkal többet kellett mögöttük állni, de nagyon nagy segítségen voltak az osztályfőnökök. Itt a Tópartiban már jóval önállóbbak a fiatalok, de természetesen még mindig ott kell állniuk, nem csak nekem, hanem az osztályfőnököknek is mögöttük. Tehát közös erővel én úgy gondolom, hogy nagyon szépen haladnak a diákok ezen az úton, és kitermelődnek közülük azok a diákok, akik ezt tovább fogják vinni, mint ahogy említettem, a Németh Lászlóból érkezett diákom javasolt engem erre a díjra. Tehát nagyon sokan, akik elkezdték velem általános iskolába, örömmel tapasztaltam, hogy ott voltak továbbra is a középiskoláig diák életében, akár vezető pozícióban, illetve a városi diáktanácsban. Sőt, nagyon sokan például olyan foglalkozásokat választanak maguknak, ahol emberekkel foglalkoznak. Ugye ön végigkísérte a diáktanácsok megszületését. Ugye voltak gyermekcipőben járó próbálkozások, azóta önállósodtak, és kifejezetten hangsúlyos programokban vesznek részt, szerveznek ilyeneket. Mennyit változtak az ön meglátása szerint, hiszen a Németh Lászlóban is tapasztalatokat szerzett, illetve most a Tópartiban. Mennyit változtak a diákok abban az értelemben, hogy tudják-e felelősen kezelni ezt a kiemelt helyzetet, ami a diák önkormányzatok munkáját segíti? Én úgy gondolom, hogy igen, tehát nyilván amikor valami létrejön, akkor először tapogatózunk. De mostanra én úgy gondolom, hogy a városi diáktanács tekintetében mindenképpen letisztult mindenféle folyamat,
igazából, tehát a működésüket illetően, hogyan szerveződnek, kik vesznek benne részt, és a törzstagok azok ott vannak, és látjuk a jelentőségét például a városi diáktanácsnak, és rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy példaképpen állítják őket most már országosan, és elhívják őket, és megkérdezik arról, hogy hogyan működik itt nálunk Székesfehérváron ez az egész. Igen, az fontos kérdés, hogy azok hoznak értékítéletet jelen esetben ebben, hogy felterjesztették például önt, akik benne élnek. Tehát menjünk akkor most be, menjünk el a tópartra, a tópartiba. Milyen a tópartiban a diák élet általában? Hiszen tudjuk, hogy megvan a kettőség, egyik oldalon a művészeti szakgimnázium diákjai, én azt mondom, hogy ha nem is teljesen más életet élnek, de azért ők kiemelten foglalkoznak azzal a jövővel, amit meghatároztak maguknak, tehát a művészlét minden átka és öröme az benne van, gondolom. A másik oldalról pedig azt is tudjuk, hogy a tóparti ott van a legjobb 50-ben az országban, már sokat szor. Az idei esztendőt nem tudjuk, de a 2018-asban a felvételi arányokról beszélek, egészen kiváló eredményeket értek el. Tehát ez egy remek iskola. Most ennek tükrében milyen a diák önkormányzat? Diák társadalom részei, ugyanúgy a gimnazisták és ugyanúgy a szakgimnazista tanulóink. Ők például egy rendkívül színes foltját adják a mi életünknek, és itt én nem vagyok sajnos érintve abban, hogy őket tanítsam, mert nekik az első idegen nyelv az angol. Viszont a diák önkormányzati munka révén kapcsolatban vagyok természetesen velük, osztályonként két tanulóval. És nagyon aktívan kiveszik a mindenféle leterheltségük ellenére a munkánkból a részüket, és általában olyan feladatokat vállalnak be az iskolai programok során, ami a díszítést, a kreativitásukat veszi igénybe, és rendkívül hangulatos és nagyon szép dekorációkat készítenek például. Vagy például a tutajversenyünknél most a évvégén a zsűribe vonták be a szervező osztályok a művészetiseinket, hogy az ő esztétikai érzékei hogyan diktálja a tutajoknak például az értékelését, vagy a leadott jogosítványok forgalmiknak az értékelését. Tehát mindenképpen egyenjogú és egyenlő esélyű tagjai a diák önkormányzatnál is ők. Egy kicsit arra kell odafigyelnünk a szervezésnél, hogyha délutáni program van, akkor nekik nagyon sokszor délutáni elfoglaltságuk is van, hogyha lehet, akkor egyeztessünk velük, és természetesen nehogy kimaradjanak valamiből. Erre mindenképpen odafigyelünk. Tehát az elv adok, hogy adj, teszek, hogy tégy. Igen. Hogy sikerül a diákok bizalmát elnyerni az új dolgok iránt, vagy felhívni a figyelmüket, hiszen nagyon sokat változott a diák önkormányzatok szerepe ebben a témában. Tehát nyilván vannak terveik, amiket csak eshetőségnek nevezhetünk, és azért kell hozzá felnőtt, hogy ezt közösen kidolgozzák és megvalósítsák. Így van. Ez nálunk nagyon-nagyon jól működik, én úgy gondolom, amihez kell az egész tantestület, illetve az iskola valamennyi dolgozója. Ha egy-egy program elindul, illetve a diákok részéről felvetés érkezik, hogy szeretnék, hogyha valami megvalósulna, tehát ötletelnek, az ötletbörzét egyeztetni szoktam az iskola vezetéssel, természetesen mindenféle programot, hogyha meg is szeretnének újítani, és az iskola vezetés mindig támogatólag áll emögé, mint ahogyan a nevelőtestület is. Ez ugyanis benne van a diák önkormányzatunk szervezési és működési szabályzatában, hogy mindenféle új ötlet mögé a tantestület természetesen beáll, hogyha az egyetértését bírja a diák önkormányzat ezzel kapcsolatban. Tehát szerves együttműködés van az iskola szervezetei között, hogy úgy mondjam, és mindenki nagyon támogatja. Úgyhogy az utóbbi egy-két évben sikerült a program kereteket kibővíteni, a hagyományokat kicsit megújítani, és új programok is születtek a diákok indítványozására. Miként születnek meg a tervek a kiemelt eseményekre, hiszen az nagyon sok kiemelt diák esemény van Székesfehérváron, hála Istennek teszem hozzá. Kiemelt eseménynek nevezném akár a diákparlament munkáját, az Országos Diákparlament székesfehérvári találkozóit, mert abban is rendkívül fontos szerepe volt. Igen, iskolai szinten összehívjuk a diákközgyűlést ilyen esetben, és természetesen
az Országos Diákparlament programpontjaival kapcsolatban összegyűjtjük az észrevételeket, és a megválasztott képviselők, akit szintén a közgyűlésünk választ meg, ők képviselik a diákjainkat a diákparlamenten. Illetve a megyein először, bocsánat, és a megyei diákparlament pedig természetesen kiválasztja a megyének a küldöttjeit erre a diákparlamentre. Egyébként az Országos Diákparlament lebonyolításának lehetőségét is Székesfehérvár részére én nagyon nagy jelentőségűnek tartom, és mind a két alkalommal nagyon-nagyon élveztem, mint patronáló tanár. Én Borsod-Abaúj-Zempén megye csapatának a kíséretét vállaltam el igazából, és azt látom, hogy rendkívül értelmes, intelligens, dinamikus és aktív fiataljaink vannak, és természetesen ez nagyon fontos fóruma a közéletiségre nevelésnek is számukra. Tehát ez a jövő mindenképpen, és a jövő záloga pedig a diákok. Egy idézet Igen. következik, Cserpakovics András a diátadón a következőkkel mondta, következőket mondta, ma egy olyan pedagógus díjazunk, aki példát mutat abban a tekintetben, hogyan érdemes a fiatalokat segíteni, támogatni, képviselni, nagyon szeretni és megadni mindezt, mindazt, amit csak egy felnőtt, egy tanár tud megadni a saját diákjainak. Itt az elismerés ugye kettős, az egyik oldalon, hogy szeretni. Valóban az segít, ha valaki szereti nem csak a munkáját, hanem a munkáján túl a diákokat? Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb mozgatórugó, és el kell, hogy mondjam, hogy a családom és a barátaim után a harmadik helyet a diákság, tehát a tanítványaim foglalják el a szívemben, tehát nagyon szeretem őket, és nagyon szeretek velük együtt dolgozni. No, hát én köszönöm szépen, és gratulálok még egyszer, és búcsúzunk Neuhausszal, aki azt mondta, hogy a pedagógus egyik legfontosabb feladata az, hogy minél gyorsabban és alaposabban úgy járjon el, hogy szükségtelenné váljék a tanítvány számára. Hát ez még várat magára szerintem, és azután vonuljon vissza, időben távozzék el a színről, azaz szoktassa magát hozzá és tanítványát az önálló gondolkodáshoz, munkamódszerhez, önismerethez, a célra törni tudáshoz. Ezt nevezik az érettség küszöbének, amelyen túl a tanítvány már mester. Én azt kívánom önnek mindannyiunk nevében, hogy sok-sok mestert neveljen, mert én azt gondolom, hogy minden lehetőség adott előttük, ha ilyen pedagógusok tanítják őket. És további jó munkát kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy megtisztelt. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Friedel Marianna volt, a Tóparti Gimnázium pedagógus, aki az idei esztendőben a Székesfehérvár ifjúságáért díjat vehette át Cserpakovics András polgármestertől. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!